starttel indult a 2010-es Kroferdő Rudolf emlékversenyre, mert ugrott ki az egész mezőnyagéből. Dalarmi kicsit nehezen kap lábra Makonézzel együtt, viszont nagyon jól jön ez Souvenir, mellette pedig Mahil. Souvenir és Mahil kettős az élen mögötte. Pakfer az, aki ott van a harmadik pozícián, Porfig Girl jelenleg a negyedik, majd Open End színei tűnnek fel. Dalarmi följebb zárkózott, Makonéz egyedül maradt a mezőny végén. De így is remekül együtt az egész társaság, néhány hosszon belül vannak a telivérek. Kívül nagyon jól jön Mahil, mellette pedig Souvenir. Souvenir és Mahil kettőse mögött a Magyarországon először futó Pakfer, ő van ott a harmadik pozícióban. Azt jön a Slovello, Porfig Girl, Dalarmi könnyen kézből fölzárkózik most már oda a frontba. A mezőny végre Open End esik vissza, akit meglepetésen nagyon erőteljesen kell már lovagolnia lovasának. Makonéz és igencsak magára talált, és ott van a front mögött. Teljesen nyílt a futam, mikor jön az utolsó 500 méterre, jönnek a lovak a befutóra, bármi lehet, nagyon jól jön Dalarmi, Dalarmi és Makonéz. Makonéz és Dalarmi kettősén a legkönnyebben, Pakfert már elég erősen lovagolják, jól mozog Perfect Girl, és még mindig azt mondom, nem dőlt el semmi. 300-al a vég előtt Dalarmi talán, aki vezet. Dalarmi az első, mellette pedig Makonéz. Dalarmi, Makonéz kettőse vezet, a távolstophoz közelítenek a lovak. Dalarmi, Makonéz, Perfect Girl, ez a sor, 200 méter van hátra. Dalarmi az egyik téli favorit. Szenzációsan jól mozdul Makonézről is, ezt el lehet mondani, de nem fogja megverni. Dalarmi nyeri az év első komoly 3 éves versenyét, a Gróferdő Rudolf emlékverseny. Dalarmi feltartva nyeri a futamot. Dalarmi az első, Makonéz a második, harmadik helyre nagyon-nagyon messze érkezik Perfectből. Open End, negyedik Pakfer, ötödik, hatodik Mahil a mezőny végén. Souvenir. Hát tényleg csak sétál Dalarmi, rettenetesen megverte ezt a mezőnyt. Makonéz sokkal jobban fut, mint vártuk. Pakfer sokkal gyengébben fut, mint vártuk, nemhogy nem győz, őrült messze van a nyerőtől. Hát Rybárszkinak azt gondolom, hogy van, persze, hát mennyire lehet ilyenkor derbi esélyekről beszélni, ez ezen így, de hát ahogy nyer Dalarmi, azt gondolom, hogy ez bármi lehet innentől kezdve. Egy német tenyésztésű, egy francia és egy ír a frontban, sajnos Mahilnak nem úgy sikerül az első verse, még nagyon sokáig igencsak jól mozog, hogy ő nyerte tavaly a legnagyobb magyar tenyésztésű lovaknak kiírt 2 éves futamot, ugyanígy Gyepen. Teszem hozzá. Hozzá nem nyújt kerekes. Hát ez sem. Dalarmihoz. Makonézzel próbálkozik német Sándor. Nézeget hátra. Hát teljesen fejreáll a mezőny. Nagyon, hú, nagyon szétszólja. Fejreállnak. Hát Zoli, azért maradjunk, hogy 2 derbi lovat látunk. Tehát, Figyelem, a 7. futam nem hivatalos befutási sorrendje. 3-as, 5-ös, 6-os. Ismétlem, 3-as, 5-ös, 6-os. Hát ez nagyon komoly. Perfect Girl fejön a 3. helyre, Open End valóban. Csak negyedik, meg Feró. Beszéltem Rybárszkival.